A kertvárosi és családi házas övezetekben sok helyen található az ásott vagy a furt kút a kertekben. Június 15-től azonban már csak jegyzői engedéllyel lehet ehhez hasonló furt kutat kiépíteni a saját udvarunkban, ha annak vizét emberi fogyasztásra is használják. A bejelentést követően vizsgálni is fogják majd a kutakat. Egy vizsgálat során ellenőrzik a víz fizikai tulajdonságait is. Ide tartozik például a színe, a szaga és a zavarossága, de mikrobiológiai és kémiai vizsgálatokra is számolhatnak a tulajdonosok. A kötelező bejelentéshez a kötelező vízvizsgálat is párosul. Minden esetben az illetékes népegészségügyi hatóság ellenőrzi majd a víz minőségét, hogy alkalmas vagy sem emberi fogyasztásra. Az engedélyeket minden településen a helyi jegyző adja ki egy 5000 forintos illetékbélyeg megvásárlása után. Azokat a kutakat érinti a bejelentés, amelyeknél három feltétel is teljesül, közölte Újfehértó település jegyzője. Talajvízkészlettel, parti szűrési vízkészlettel működnek, és a vízigénybevétel éves szinten az 500 köbmétert nem haladja meg. Épülettel vagy épületépítésére jogosító határozattal bejelentéssel rendelkező ingatlanon létesülnek, és magánszemélyek ivóvíz vagy háztartási célú vízigénybevételét szolgálják, és nem gazdasági célú vízigénybevételről van szó. Az engedély kérésekor a tulajdonosnak tervezői jogosultsággal rendelkező szakember által kiadott műszaki tervdokumentációt, fennmaradási és bányafelügyeleti engedélyt is be kell adnia a jegyzőhöz. Az is fontos feltétel, hogy a létesítmény a talaj és felszín alatti vizeket ne veszélyeztesse. A nem bejelentett kutak után bírságot szabnak majd ki, amely minden esetben a megépített létesítmény értékének 80%-a.